Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kátai Gábor Kórházban, beszélgető társam Nagyné László Erzsébet, a kórház megbízott főigazgatója. Ebben a minőségében még önnel nem beszélgettünk, először is szeretnék ezt gratulálni, és hát tudom, hogy május 2-a óta van a megbízatása, de néhány mondatban mutatkozom már az a nézőinknek, hogy mi történt azóta itt. Én május 2-a óta megbízott főigazgatója vagyok a Kátai Gábor Kórháznak, Balogh Zoltán miniszter úr megbízásából látom el ezt a tiszteletteljes feladatot. Remélem, hogy aki még nem tudja, az annak számára bebizonyosodik, hogy megelégedettségre kívánom ezt a feladatot ellátni, mind a betegek szempontjából, mind az itt dolgozó ápolók, orvosok és kisegítő személyzet szempontjából szeretném ezt a kórházat úgy irányítani, hogy a betegellátása továbbiakban a megfelelő színvonalon, lehetőleg a színvonalat javítva, és hát mindenki tudja, hogy az egészségügy számára igen kedvezőtlen financiális helyzet van ma Magyarországon, de ez nem prompt jellegű, nem most alakult ki, ez egy több éves folyamatnak az eredménye, tehát ezt szeretném a magam közgazdász vénájával segíteni, ebben segíteni a kórházat, abban, hogy a betegellátásnak mind a humán, mind a tárgyi eszköz, mind a fogyóeszközhez a finanszírozás meglegyen, a működés biztosított legyen. És hát a működés akkor az az ön dolga, viszont belecsöppent egy jó dologba, amit éppen arról beszélt ön is, hogy a betegek jobb ellátását szeretnék biztosítani. Akik jártak mostanában itt a kórházban, azok láthatták, hogy az úgynevezett kék épületben, hiszen mindannyian csak így hívjuk, nagy munkálatok kezdődtek. Mi is ez most pontosan? Tehát a Kátai Gábor Kórház egy úgynevezett megaprojekt keretében nyert el támogatást. Ez a támogatás 100%-os intenzitású, tehát saját forrást nem igényel, mintegy 802 millió forintos támogatott beruházásról van szó. Úgy gondolom, hogy ez a korábbi évekből elmaradt beruházás mindenképpen szükséges volt a kórház számára, és hát ezt mutatja a támogatás nem csak mértéke, hanem az, hogy megkapta a kórház ezt a lehetőséget. A maga pszichiátria épületének a két szárnyának a felújításáról van szó, illetve az épület bővítéséről van szó. Két új lift fog megvalósulni. Az a helyzet, hogy ezt a pályázatot annak idején Karcagváros önkormányzata, mint az intézmény fenntartója, már az első címzett támogatás keretében, amikor mintegy 5 milliárdos pályázatot szeretett volna benyújtani, megjelölte, a pszichiátria nyilászárói már akkor szerepeltek a beruházás részeként, hát sajnos nem támogatott műszaki tartalom miatt ez a 1975-ben épült épületnek a felújítása akkor nem kezdődhetett meg. Most nagyon örülünk, hogy végre megkezdődött, április 30-án aláírásra került a kivitelezővel a szerződés. Azért mondtam, hogy meg a projekt, mert ebben több kórház vesz részt ebben az EAO pályázatban, nem egyedül a Kátai Gábor Kórház, itt a Hetenyi Géza Kórház, a MÁV Kórház, a Szolnoki MÁV Kórház, de a Debreceni Egyetem is benne van ebben a konzorciumban, ahogy ez sikerrel és támogatott beruházásként nyert. Reméljük, hogy a beruházás az idei évben befejeződik, a tervezett ütemszerv szerint decemberre átadásra kerül. Gondolom, hogy azért a betegek egyrészt örülnek neki, de itt akik bent fekszenek, azok is gondolom türelemmel viselik, egy picit néha hangosabb a szállításai lakodás, hiszen ez mindenki érdekében történik. Hát igen, főleg a bontási munkáknál volt nagyon hangos, hogy úgy mondjam, a munkafolyamat, de hát ez vele járója volt. Én úgy gondolom, hogy mind a betegek, mind az ápolók részéről ez a tűrés határon belül maradt, és láthatjuk, hogy elég gyorsan, elég megfelelő ütemben zajlik a kivitelezés, tehát nem vett igénybe annyi időt, hogy ez problémát okozzon. A betegellátásban valóban alkalmazkodás szükséges. Ez az alkalmazkodás azért abban is megnyilvánul sajnos, hogy a pszichiátriai rehabágyainkat most per pillanat 3 hónapra szüneteltetni kellett, tehát szeptember 24-ig szüneteltetve vannak.
Ezt követően megpróbáljuk a átrendezéssel valamennyi ágyat visszahozni, de a hely kihasználtságunk, tehát nincs megfelelő hely. Az átalakítással egyébként az egész átalakítás úgy kezdődött a felújítás, hogy a meglévő betegállománynak az elhelyezéséről gondoskodnunk kellett, ebben nagy segítségünkre volt a kivitelező, és hát a kórházműszaki szakember állománya segítségével megoldódott az, hogy át tudtuk helyezni helyben, ugyanabban az épületben. Sajnos azt kell mondjam, ennek is van egy másik negatív oldala, a felújítással nem érintett rész átalakításával a beteg elhelyezést meg tudtuk oldani. Nagyon reménykedünk abban, hogyha beköltözhetnek az új helyre, akkor valamilyen pályázat keretében sikerül arra a szájra vonatkozó felújításra is támogatást elnyernünk. Hát akkor lesz feladata erre is, hiszen gondolom, hogy keresni kell folyamatosan a pályázati lehetőségeket. Én akkor azt kívánom, hogy ahogy mondta, nagyon jól halad az ütem, tehát hogy sikerüljön befejezni időben, és akkor tényleg egy korszerűbb és a betegek ellátását még jobban biztosító pszichiátriai épület legyen itt a Karcagi Kórházban. Én nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és annyit azért szeretnék elmondani, hogy ez egy rehabilitációs pályázat, tehát nem csak a pszichiátria fog oda visszakerülni, hanem a jelenleg a volt fertőző részlegen található mozgásszervi rehabilitációs osztályunk is átkerül ebbe az épületbe, és a kardiológiai rehabilitáció, tehát egy rehabilitációs központ alakul ott ki, ez egy rehabilitációs pályázat, tehát komplex, más szakmai ágokat is érintő. Akkor mi is meg fogjuk tanulni, hogy nem csak pszichiátria van ott, tehát egy új épület, új funkciókkal. Így van, bővített funkciókkal, igen. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm.